A korábbi kutatások meglehetősen lesújtó képet tártak elém, az agyi funkciók 25 éves kor után lassan hanyatlásnak indulnak. Egy új tanulmány szerint ez sokkal később következik be. 25 évesen még nagyon fiatalok vagyunk, de az agyunk nem egészen így gondolja, legalábbis ezt állították korábbi kutatások. Eddig a szakértők úgy vélték, hogy ekkortájt kezdtek hanyatlani szellemi képességeink. Az Utrechti Egyetem Orvosi Központjának legújabb kutatási eredményei szerint azonban ez a folyamat jóval később, valamikor 30 és 40 éves kor között kezdődik. Ahogy nőünk, az agyunkban lévő kapcsolatok egyre gyorsabbak lesznek. A 4 éves gyerekeknél mért másodpercenkénti 2 méterről a 30 és 40 közöttieknél 4 méterre nő, és csak ezután kezd lassulni. A szakemberek különbségeket is látnak az agyi régiók között. A homloklebeny, agyunk előső része, amely gondolkodásért és a feladatok elvégzéséért felelős, tovább fejlődik, mint mozgásért felelős terület. Ez már korábban is ismert volt, de a legújabb kutatások erre is bizonyítékot szolgáltattak. Utrechti Egyetemi Orvosi Központ a kutatók elektródráccsal végeztek méréseket. A rács 60-100 elektródája képes mérni az agyi aktivitást. Az elektródák rövid árammal történő stimulálása megmutatja, hogy az agy mely területei reagálnak rendellenesen, például epilepsziás betegeknél. Ezzel a módszerrel a kutatók meg tudták mérni, mennyi ideig tart az agyi reakciók kiváltása. Ha pedig ismert a két agyterület távolsága is, akkor könnyen kiszámítható a jelterjedési sebessége. Így jutottak arra a következtetésre, hogy ezek a sebességek később kezdenek csökkenni, mint azt korábban gondolták. A szakemberek már régóta próbálják feltérképezni agyunkban az összefüggéseket, mert ezekkel az információkkal valósághűbb agyi számítógépes modellek készíthetők. Ahhoz, hogy ezek modellek valóban működjenek, a kapcsolatokra vonatkozó információkon kívül kapcsolatok sebességének pontos értékeire is szükség van. Először tudtuk pontosan ezeket számokat, írják a kutatók Nature Neuroscience folyóiratban. Azt is hozzáteszik, hogy adataikat új és jobb számítógépes modellek létrehozására használják fel, amelyek javíthatják az agy megértését.